Jó estét kívánok! Nagy megtiszteltetés nekem is, hogy itt lehetek önök között, itt lehetek Celdőnökön, a Solti Soros Színház megtanulgatására szervezett este. Már csak azért is, mert több előadását is ismerem a színháznak, nagyon szeretem őket, és hát van közöttük olyan több tagja is a színháznak, akikkel szakmai, illetve remélem elmondhatom, hogy emberi baráti kapcsolat is összefűz. Ugyanakkor én most valakinek a képviseletében vagyok itt, Vinyánszky Attila kért meg arra, hogy képviseljem őt, illetve a Nemzeti Színházat, mivel sajnos neki egy nagyon fontos kötelezettségnek kell eleget tennie, jelenleg Németországban képviseli a Nemzeti Színházat, illetve a magyar kultúrát. Ezért kért meg arra, hogy jöjjek el és hozzam el az ő üzenetét. De mindenképpen, mielőtt az üzenetét meghallgatják, szeretném elmondani, hogy van egy nagyon fontos kapcsolódási pont Vinyánszky Attila és a Soldis Lajos Színház között. Mert talán nem mindenki tudja, Vinyánszky Attila azon túl, hogy most nyár óta a Nemzeti Színháznak az igazgatója, egy másik színháznak alapító és mai napig művészeti vezetője, ez pedig a kárpátaljai I. és Gyula Magyar Nemzeti Színház, amelyik idén 25 éves. És azért döbbenetes a párhuzam a Soltis Lajos Színház és az I. és Gyula Színház között, mert hasonlóképpen egy olyan településről, egy olyan helyről indult el Vinyánszky Attila és társulata, ahol korábban nem volt színház, nem volt társulat. És gyakorlatilag semmiből, nagyon nehéz körülmények között előadásokat létrehozva, járva a falvakat, terjesztették a magyar nyelvet, a magyar kultúrát, és a kitartásoknak köszönhetően megismerhette őket, ugye nem csak Kárpátalja, nem csak Magyarország, de tulajdonképpen Európa is. És én azt érzem, hogy a Soltis Lajos Színházban, illetve a társulatában megvan az a potenciál, hogy egyre tovább, egyre messzebb vigye a városnak, illetve a társulatnak a hírét, és ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos az épületnek a felújítása, fenntartása, de emellett sose felejtsük el, hogy a színháznak az igazi, vagy legalább annyira fontos tartóoszlopai, azok a színészek, azok az emberek, a színészek, illetve azok az alkotók, akik létrehozzák az előadásokat. Úgyhogy én gratulálok nekik, és kívánok nekik még több évtizednyi, vagy több évszázadnyi munkát a jövőben. És most pedig kérem, hallgassák meg Vinyánszky Attila üzenetét. Az elmúlt évtizedekben úgy alakult valószínűleg finanszírozási problémák miatt helytelen kultúrpolitikai döntések miatt, és természetesen és elsősorban a túlzottan is meglévő Budapest centrikusság miatt, hogy közszínházakon kívül, a vidéken működő közszínházakon kívül alig jönnek létre színházi műhelyek. És ha létre is jönnek, nagyon hamar befejezik működésüket, nagyon nehéz életben maradni vidéken, független struktúrán kívüli csapatoknak. Ezért rendkívül fontos az, hogy van a Solti Színház, és különösen fontossá teszi a létét az, hogy minőséget tud létrehozni. Szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon sajnálom, hogy nem tudok jelen lenni ezen az eseményen. Külföldön tartózkodom, egy magyar kultúráról, magyar színházi életről és Magyarországról úgy általában rendezett konferencián. Én valóban ügynek tartom, tekintem a Soltis Színház ügyét, és képviselni fogom, képviselem mindenütt, már csak azért is, mert személyes barátság fűzött Soltis Lajoshoz. Segíteni fogok, amennyire tehetem, mindenütt. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy szólhatok ilyen formán önökhöz, és áldott békés karácsonyt kívánok mindenkinek.